bátor, hűséges, mélyérzésű, optimista és rajong a haladásért. Ugyanakkor kedveli a konfliktusokat, túlságosan is kritikus és bántóan szókimondó is egyben. Vajon kiről beszélek? Üdvözlöm az Ázsia nézőit! Nos, a kakasról, pontosabban a kakas esztendejében születettekről. A kínai holdnaptár szerint január 28-án beléptünk a kakas, pontosabban a tűzkakas esztendejébe. Adásunkban a kínai hold új évünneppel és a hagyományos kínai gyógyászattal foglalkozunk ezen a héten. A kínai hold új év, más néven tavaszünnep, a kínaiak legnagyobb ünnepe. A mi karácsonyunk és szilveszterünk is egyben, amire olyan kitartóan készülnek, s aztán több napon át olyan intenzíven ünnepelnek, hogy a végén hetekbe is beletelik, mire magukhoz térnek. Holdú évbe köszöntekor egyrészt az új évet búcsúztatják, megszabadulva annak minden ártalmától. Másrészt próbálják bebiztosítani a jó szerencsét az új évre, a tűzkakas esztendejére. A kakas éve mindenkinek mást és mást hoz majd, egyéni csillagzatának megfelelően. A világpolitikában és gazdaságban azonban nyugtalan korszak beköszöntét ígéri. A Chunwan Kína legnézettebb show műsora, amely mellett egy holdra szállás, brit királyi családi esküvő, foci VB döntő, sőt még egy India és Pakisztán között rendezett kriketmeccs sem rúghat labdába. A kínai állami tévé január 28-i holdújévi gáláját 800 millióan követték a televíziók előtt. A 4,5 órás Monstre show műsorban Pekingből Shanghai, Xinjiang, Guilin és Harbin városokat is kapcsolták, ahol párhuzamosan rendeztek gálát és szabadtéri show műsort. A CCTV megadja a módját, hiszen a legnagyobb kínai ünnepről, a tavaszünnepről van szó, amely több hetes elfoglaltságot jelent a kínaiaknak. Egy ugrás vissza az időben, az ünnepi időszak a tervezéssel kezdődik. Kínaiak 100 milliói tervezik meg a legnagyobb aprólékossággal utazásukat, hogy szeretteiket felkeressék. A vonatjegy vásárlás hatalmas próbatétel, dacára annak, hogy mind többen autóval vagy repülővel utaznak. Ráadásul a kínai vasút elképesztő modernizáláson esett át, és sokan már interneten foglalnak helyet maguknak. Mindig ilyen a hazautazás tavasz ünnep idején. Nekem mindegy is, feltéve, ha kapok jegyet az útra. Jegyet mindenki kap. A kérdés csak az, mikorra. A január 13-ától február 21-ig tartó időszakban 3 milliárd utazásra számítanak a hatóságok, azaz minden kínai egyszer felkerekedik, aztán hazatér az ünnepség sorozat 40 napja alatt. A holdú év a világ legnagyobb népvándorlása. Nagyon hiányoznak a szüleim, mert már fél éve nem láttam őket, így nagyon várom már az utazást, csak hogy a szemükbe mondhassam, mennyire szeretem őket, és ha nem is vagyok velük, mindig csak rájuk gondolok. Úgy 26-27 órába is beletelik a hazaút. Nem könnyű jegyet szerezni, ráadásul állójegyet kaptam, nem itt számít ez. Csak az a fontos, hogy együtt legyek a családommal. Mindjárt itt az új év, nem csoda, hogy olyan jókedvű vagyok. A kínai társadalmat erős kötelékek kötik össze. Az ősök tiszteletére és a családfő iránti engedelmességre épülő konfuciánus családeszményt sem az ideológiai álmokfutás, sem a fogyasztás kultusza nem tudta szétszaggatni. Rengetegen vannak, akik évközben nem engedhetnek meg maguknak nyaralást vagy utazást. De a szülőkhöz el kell utazni holdú évkor. Ez az egyetlen pihenés az egész éves robot közepette sokaknak. Nem is számít, mennyi időbe telik, megéri a fáradtság. Nagyon jó kedvem van, bár nem is tudom miért, egy kicsit szomorú is vagyok. Ahogy nézem ezt a sok embert, akik mind hazafelé tartanak, elérzékenyülök. Mindjárt sírok. Pedig az igazán érzelmes események csak ezután következnek. Találkozás a szülőkkel, takarítás, a lakás feldíszítése, családi vacsora, majd tévénézés, és persze tűzijáték következik ezután. Január 28-a után a többi rokon felkeresése, és újabb családi étkezések következnek, majd még újabbak, és persze ajándékozás.
Különösen a gyerekek járnak jól ilyenkor. A pénzt piros borítékban kapják, és annyit rosszalkodhatnak, amennyit csak akarnak. Fegyelmezés nincs, mert aki ilyenkor sír, az egész évben sírni fog. Ilyet pedig a szülők sem akarhatnak. A nagyvárosok nagy részben kiürülnek ugyan, de persze ők is kitesznek magukért holdúj évkor. Tömegek gyönyörködnek a shanghai Yu Yuen kertben rendezett lámpás kiállításon, amely mellett persze a többi nagyváros, például Chongqing sem akar lemaradni. Az észak-kínai Datong városa már a szombaton kezdődő holdúj év hetének elejétől fényárban úszott. Ez az úgynevezett kis év, amikor is a konyha istenének ajánlanak fel szimbolikus áldozatokat. Ha jégszobrászatról van szó, vitathatatlanul Harbiné az elsőség. A Vlagyivosztoknál is északabbra fekvő kínai városban, ahol januárban ritkán emelkedik mínusz 20 fok fölé a hőmérő higanyszálla, 800 ezer négyzetméteren építettek fel egy igazi jégvárost. Kínában főleg két időszakban érkeznek külföldi turisták, nyáron és holdúj évkor. Shanghaitól délre Zhejiang tartomány Yantou falujában 300 külföldi turista gyönyörködött az újévi műsorban. Nagyon jó itt, nagyon szeretünk itt lenni. Már két hónapja Kínában vagyunk. Csodálatos! Kínába tavaly 60 millió turista érkezett, ezzel a negyedik legkedveltebb idegenforgalmi célországgá vált. De idén már dobogós lesz, mivel Európától a terrorizmus riasztja el a látogatókat. Kína pedig biztonságot ígér, mind a hazai, mind a külföldi turistáknak. Ráadásul, mind többen költöznek hosszabb időre Kínába, tanulás vagy munka céljából. Odahaza az Egyesült Államokban nagyon keveset tudnak Kínáról. Én erre szeretném feltenni az életemet. Kínáról akarok tanulni. Korábban Japán, majd Korea és Tajvan volt a sláger a külföldön munkát vállaló amerikaiaknak. Időközben már Kína is megengedheti magának, hogy anyanyelvi tanárokat fogadhasson. A nevem Huang Xiaomao. Amerikából jöttem, de most Shenyangban élek. Észak-Kelet-Kína igazlányával fogadott. A munkából pedig tartós kapcsolatok születnek. És aki Kínába utazik, az tegyen úgy, mint a kínaiak. Különösen holdúj év alkalmából. Iskolatársak voltunk, ő angolul tanult, én kínaiul. Azt mondta, tanulhatnánk egymástól. Így kezdődött az egész. A fiatal házasok nem tehetik meg, hogy ne a szülőkkel töltsék a holdúj évet, és ez a vegyes párokra is igaz. Az új évre azt kívánom, hogy családom egészséges legyen, akkor leszünk igazán boldogok. Január 28-án a kínaiak oroszlántánccal búcsúznak az óévtől, és mind többen templomba látogatnak. Ki Buddhához, ki a számtalan helyi istenség egyikéhez, vagy az ősökhöz könyörög ilyenkor, jó szerencséért fohászkodva. Lényegében a szerencse körül forog a Gergely naptárnál is ősibb rendszer, a kínai asztrológiai naptár is, amely 12 állatjegyet ismer. A patkány, bivaj, tigris, nyúl, sárkány, kígyó, ló, kecske, majom, kakas, kutya és disznó évekhez hozzárendelik az öt elem, a föld, víz, tűz, fa, fém egyikét. De mit ígér a tűzkakas éve 2017-re? Egyrészt mindenkinek mást, megfelelően saját csillagzatának. Másrészt a hiedelmek szerint, amit errefelé nagyon komolyan vesznek, olyan asztrológiai törvényszerűségek is vannak, amelyek már mindenki életére kihathatnak. Sokan máshol babonának mondanák, de ezt a kínaiak komolyan veszik, aminél csak egy komolyabb dolog van Kínában. Az ingatlan piac a földelemhez tartozik, és a földelemhez tartozó szektorok az egész évben meglehetősen jól teljesítenek majd. Az üzlethez pedig elengedhetetlen a jó csillagzat. Hogy ki mire számíthat idén, abban egy hongkongi brókerházat fogódzott, de egészen más miatt, mint amilyet a befektetők Londonban vagy New Yorkban megszokhattak. Mindent a feng shui alapján értékelünk. Ez alapján azt mondjuk, az év második negyedévében a Hang Seng Index emelkedni fog. Az ég és a föld törvényszerűségeinek megfigyelése, az ember és a természet közötti összhang megvalósítása, azaz a feng shui hagyománya, művészete vagy tudománya a kis befektetőknek is utat mutathat. Komoly dolog ez ott, ahol népi kapitalizmus van, ahol 100 milliók tőzsdéznek megtakarításaikkal,
Részben azért, mert a szerencsejátékot imádják, de azért is, mert erre pont a párt és állami vezetés bátorította őket, ha már nincs nyugati értelemben vett általános nyugdíjrendszer az országban. A jóslat szerint némi ingadozás mellett az emelkedés lesz a trend, amely valamikor ősszel éri el a csúcsot. Ahonnan már lefelé vezet majd az index, a tűz hatása ugyanis meggyengül akkorra. Legalább ilyen fontos az is, hogy mire számíthatnak a világpolitikában a kínaiak. A tűzkakas egyrészt az újítás és a haladás éve lesz, de feszült hangulatot is hozhat, köszönhetően a túlzásokra is hajlamos politikusoknak. Ki másra gondolhatnak ilyenkor a kínaiak, mint Donald Trumpra? Az észak-kínai Taiyuan városának egyik bevásárlóközpontjánál egy 7 méter magas kakaszszobrot állítottak föl, amelynek aranyozott taraja és haragosan összevont szemöldöke kétséget sem hagy afelől, hogy kiről mintázták. Trump már rátaposott Kína lábára azzal, hogy szavakban legalábbis neki rontott a legfontosabb tabunak, az egy Kína elvének. Másik fenyegetése pedig az, hogy büntető vámot vett ki a kínai árukra, amiért Peking szerinte manipulálja a yuan árfolyamát. Sokan beszélnek most Trumpról Kínában. Nem csoda, hogy egy kínai gyár azonnal lépett és elkezdte ontani a Trump figurákat. Bármely méretben, bármely mennyiségben, a nagy kínai internetes áruházakból rendelve, természetesen Amerikába is szállítva. Trumppal új korszak kezdődik, de ennek sokak szerint nem kell törvényszerűen rosszul elsülnie a két nagy kapcsolatában. Talán a kakas éve miatt lesz majd így, de Amerika és Kína között magasrangú diplomáciai egyeztetések lesznek, amelyekben áttörés lesz majd. Remélem, Kína idén is tovább gazdagodik, és mivel Trump került a hivatalba, olyan helyzet alakult ki, amelyben mindenki nyertes lesz. A berlini kancellárián a washingtoni beiktatás után szélsebesen begyűjtötték az új elnök régi interjúit. A leghosszabbakat amúgy a Playboynak adta. Pekingben azonban inkább az új elnök horoszkópját tanulmányozzák. Trump amúgy a kutya évében született, 1946-ban. Ahogy kigyulladnak a lámpionok, a gőzgombócokat felszolgálják, éljenek bárhol is, hadd kívánjak önöknek és családjuknak nagyon-nagyon boldog új évet. És ha már a politikánál tartunk, a kínai kormány épp egy atomerőmű építésének finanszírozására készül Angliában. Persze Theresa May miniszterelnök nem feltétlenül ezért méltatta a legmelegebb szavakkal a két ország együttműködését. Számos szereplője a világpolitikának. Antonio Guterres új ENSZ főtitkártól kezdve, Manmohan Hussain pakisztáni elnökön át, Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnökig és Bill English új-zélandi miniszterelnökig sokan kívántak boldog holdúj évet. Európából Lars Rokke Rasmussen dán miniszterelnök, de számos polgármester, művész és sportoló is üzent a kínaiaknak. Miután Kína lett a fekete kontinens legnagyobb kereskedelmi partnere és segélyezője is egyben, a legtöbb afrikai vezető sem volt rest, sőt, Etiópiában az elnök és a miniszterelnök egyaránt boldog új évet kívánt a kínaiaknak. Egy dolog biztos, ahogy emelkedik Kína csillaga, úgy kíván majd egyre több külföldi politikus boldog új évet a kínaiaknak. Éljenek azok hazájukban, vagy éppenséggel Kínában. A világban három univerzális gyógyászati rendszer létezik, a modern nyugati, valamint a hagyományos indiai és kínai. Ez utóbbi Ázsia nagy részén a mai napig az elsődleges orvosi ellátást jelenti, sőt a nyugati világ nagy részében is kiegészítő, sőt alternatív orvosi rendszerként kezd működni. Nincs ez másként Magyarországon sem, ahol már régóta elérhető az akupunktúrás, manuálterápiás és gyógynövényes terápia. Budapesten pedig egy kínai gyógyászati központ is megnyílt. Nem mindenki kapta aspirint, nem mindenki kapta fájdalomcsina. Ha maga yang energia, yin energia, milyen pozíció alap, meg kell készíteni. Ha hiányi, potolni. Ha túl sok van, le kell vezetni. Az a hagyományos, ki egyensúly legyen belső. Az a hagyományos út.
Személyre szabott kúra, ez a kínai hagyományos gyógyászat lényege. A kínai orvoslás holisztikus szemléletű, az egész emberre tekint. A nyugati embernek egymástól függetlennek tűnő jellemzők egészét vizsgálja. Tudományos kutatás, kínai orvoslás projekt, akupunktúra, de lengete munka van elmúlt 29 évben. Chen doktor 1988-ban járt először Magyarországon. Akkor szembesült vele, hogy a betegség megelőzésre és a természetes gyógymódokra nem helyeznek elég hangsúlyt. Tevékenységének központjába a prevenciót helyezte, és szorgalmazta a hagyományos gyógymódokat. Előadásokat tart, kutat, rendel, vállalkozik, gyógynövény alapú készítményeket forgalmaz, most pedig Budapest egyik legszebb részén gyógyító központot nyitott, ahol hagyományos kínai módszerekkel gyógyítanak. Mi az, ami filozófiai szinten különbözik a két orvoslás között, tehát a kínai hagyományos, illetve a nyugati között? Mi inkább nem csak az a beteg, milyen kórokozó a keresni, milyen vírus folytán lehet keresni, meg oda, ha mi nem egészben gondol ember, hogy lehet az ember, inkább a beteg, nem beteg fokozó, hanem beteg ember fokozó. Hogy lehet lelki, belső és külső egészben kezelni az egy ember. Hogy indítani aktív öngyógyítás funkció, az figyelni. De yin-yang kiegyensúlyozó legyen, ha hideg nedvesség bent, akkor kigyűz legyen, akkor yang energia mindig van legyen. Munkából pedig egyre több lesz, mert az érdeklődés is nő, kitartóan. Dr. Borodi Judit 20 éve dolgozik kínai orvosok mellett, tanácsadóként támogatva a kínai orvosok és a magyar betegek kapcsolatát. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, tehát azt a filozófiát, ezt a rendszert, főleg azt a gyógyító rendszert, amit ők követnek, megtanulni, megérteni, az évek kérdése volt. A kínai gyógyászatban semmi sem történik gyorsan, meggondolatlanul vagy megalapozatlanul. Az orvos és beteg közötti bizalom megteremtésére az időt sajnálni nem szabad. Okoz-e nehézséget a betegségnek, a problémának a tolmácsolása a talán egyes esetekben magyarul nem is beszélő kínai orvosok számára? Tehát hogyan tudják ezt a nyelvi különbséget meghaladni? Okoz problémát. A pácienseknek nagyon gyakran visszatérő problémája az, hogy egy más típusú információval találkoznak, mint a nyugati orvoslásnál. A diagnózis és az állapotfelmérés az nem a szervi tünetekre vonatkozik, amelyet ugye most technikai eszközökkel történik ugye a nyugati orvoslásban, és a kínai orvosnak a fantasztikus egyszerű állapotfelmérésénél, ahol a teljes szervezetnek a vizsgálata, a teljes embernek a minden részre kiterjedő vizsgálatán túl, a pulzus és a nyelvdiagnózis alapján rengeteg információt tudnak a szervezet aktuális működéséről megállapítani, és a gyógyításnak, a terápia megválasztásának ez az alapja. Ez sokszor kevésnek tűnik, idézőjelben mondva, egy magyar páciens számára, aki hozzászokott mindenféle komolyabb vizsgálatokhoz. A kínai orvos tanulja a nyugati orvoslást, és nagyon komoly ismeretekkel rendelkezik még a CT-MR értékelésével kapcsolatban is. Ennek ellenére az információ a pulzusdiagnózis és a nyelvdiagnózis alapján fog dönteni. Tehát ha olyan klinikai diagnózisokat mond a magyar páciens, amiket ő kapott a nyugati orvosnál, az a diagnózist az a kínai orvos rögzíti, tudomásul veszi, és utána megnézi, hogy ő mit talál, ő mit érzékel, és a terápiának ez a döntő része. Hogyan látja a magyarok egészségi állapotát, és milyen betegségek jellemzőek a magyarokra, amelyek mondjuk Kínában annyira nem megszokottak? De főleg a túl sok magas vénnyomás és szívérendszer beteg Magyarország. Főleg a csont és gerinc mozgási beteg, annyi sok van Magyarország. Még a harmadik ilyen lelki, ilyen idegrendszer, depressziós, meg a nőgyógyászban. De a nőgyógyász egyáltalán Magyarország, nagyon sok baj van. De például is
nőgyógyászban sok páciens van, nem kaptunk ilyen jó kezelést, csak a gyógyszer kaptunk fogalomkátorótól, menstruáció nem jó. Innen kell kezdődünk, kismama. Egy kismama az ország jövőre. Az a kicsi mama, milyen gyerek születés, az jelenti, hogy egész következő generáció, milyen minőség ember élet, milyen hosszú élet adom. Az a hosszú élet megelőzés magyar szempontból nagyon hiányzik. Budapest akár a régió kínai gyógyászati központjává is válhat. Ebben komoly üzleti lehetőség van. Állami szinten már van egészségügyi megállapodás. Egy egészségügyi központ alapításáról is szó van. A magyar orvosi egyetemeken pedig tanítják a hagyományos kínai gyógyászatot. A kereslet egyre inkább bővül. Bizonyosan nagy jövője van a hagyományos kínai gyógyászatnak Magyarországon. Ennyi fért az Ázsia mai adásába. Kérdéseiket, észrevételeiket írják meg nekünk az azsiakukac.hirtv.net e-mail címre. Adásainkat pedig megnézhetik a Hír Televízió honlapján is. Munkatársaim nevében is boldog új évet, boldogságot, sok sikert, magánéletben ugyanúgy, mint hivatásban vagy üzletben. Viszontlátásra, Zeit Jen!